Dolgoznak a munkagépek a Nyíregyházi Ipari Park bővítésén, amire több ütemben összesen 192 milliárd forint összegű támogatást kapott Nyíregyháza a magyar kormánytól. A közgyűlés még 2019-ben fogadta el egyhangulag a város befektetés ösztönzési stratégiáját, amelynek eredményeként 640 hektárra bővült a már meglévő mintegy 130 hektáron betelt ipari park. Várhatóan így fog kinézni nem sokára a német Boysen új beruházása, amely jelenleg az építési fázisban van. Az ipari park fejlesztés terveinek leszállítása várhatóan 2025 harmadik negyedévéig fejeződik be. A polgármester szerint ezek a beruházások kulcsfontosságúak a város jövőjét illetően. Nyíregyházát is sújtja egy kivándorlás, a fiatalok évtizedek óta elmennek és sokan nem itt telepednek le, tehát ezért is kell, mert Nyíregyháza jövőjét, azt mondtam többször, a következő 100 évet meghatározhatja ez az évtized, amiben most vagyunk, és ennek egyetlen egy ellenszere van, színvonalas munkahelyet teremtő beruházások idevonzása. Ez persze mást is jelent, az önkormányzatnak lesz adóbevétele, óriási növekedés várható, 2010-ben 7,1 milliárd volt az adóbevétel, most, ha jól sikerül az évünk, elérhetjük a 20 milliárdot, és erre mondtam, hogy ez 5 év múlva megduplázódhat. Az M3-as autópálya mindkét oldalán zajlanak az ipari park bővítésével kapcsolatos munkálatok. Ezen a területen például az Opus Titás ZRT már kiépítette a középfeszültségű földkábeleit, amelyről a WScope Hungary Plant Kft. Várhatóan az idei év második felében el tudja kezdeni próbaüzemét. Magát a beruházást úgy terveztük meg, nagyon körültekintően, előrelátóan, hogy az, egyrészt az ipari parkot idehelyezzük, ugye autópálya mellé, tehát a város közlekedési infrastruktúrát nem fogja terhelni, épül majd lefeljáró az autópályára, itt van az iparvágány, legkevésbé terhelje a város közlekedését. Nagyon fontos az, hogy például a Tó utcai már megvalósult vízügyi beruházásunkat úgy terveztük és úgy kiviteleztettük, hogy az több mint 10 000 embernek a szolgáltatását javítja, a nyomás erősödött, és ugyanígy van a közúti infrafejlesztéssel is. Nem csak Újfehértó, hanem Nagykálló irányában is szeretnék szélesíteni a forgalmi útszakaszokat, tette hozzá a polgármester. Emellett Nyírjes és Nagyszállás irányában is épül egy új útvonal, ami a Kállói útba csatlakozik be, ahová egy új körforgalmat is terveznek a kerékpárút kialakítása mellett.